2014 májusában indult az a projekt, amelynek keretein belül a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósít meg olyan képzéseket, amelyeken 20-25 fős csoportok részesülnek ingyenesen 28 óra elméleti és 12 óra gyakorlati képzésben. A 2015 áprilisában indult 40 továbbképzési pontot adó tanfolyamokra azok jelentkezhetnek, akik olyan munkakörökben dolgoznak, ahol a 0 és 3 éves korosztállyal foglalkoznak. A projekt célja, hogy a szakemberek már kora gyermekkorban alkalmazzák a nemzetközi jól működő gyakorlatokat a hazai szociális szférában. Azt gondoljuk, hogy a kora gyerekkori intervenció egy nagyon fontos kiemelt terület kell, hogy legyen, és alapvetően az a célunk, hogy minél kevesebb olyan gyermek legyen, aki az általános iskolát hátrányos helyzetből kezdi, például azért, mert sajátos nevelésű igényű gyermek, és úgy látjuk, hogy a korai életszakaszban sokkal inkább hatékonyabban kiküszöbölhetők az úgynevezett fejlődési problémák, rendellenességek. Vannak erre statisztikák is, tehát azt látjuk, hogyha egy gyermek megkapja a neki megfelelő fejlesztést, terápiát, akkor 5 éves korára már a gyermekek egyharmada gyakorlatilag problémamentessé válik. A 2015 augusztusáig tartó projektben közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek vehetnek részt. A szakértők részükre olyan ismeretanyagot állítottak össze, amely arra irányul, hogy már egészen kicsi gyermekkorban észrevegyék a fejlődési rendellenességeket, és azokra hatékony megoldási módszereket találjanak. Az előzetes felmérések alapján ezáltal koordináltabban működhet a jövőben a szociális területnek ez az ágazata.